Óriási a sár és szeméthegyek vannak. Keleti Andrea nézte meg a tábor helyszínét. Továbbra is folyamatosan érkeznek a menekültek a határól gyalog ide a Röszkei gyűjtőtáborba, ide, ahol ezt a bizonyos sátortábort fel fogják építeni. A helyzet itt most teljesen nyugodt és rendezett, nem olyan, mint amilyen képeket önök is láthattak néhány nappal ezelőtt. Megmutatom, hogyan telnek az órák a Röszkei gyűjtőponton. A tegnapi esőzések után a sár gyakorlatilag elnyelt mindent. Gumicsizmás médiamunkások hadak készít képeket a menekültekről, minden egyes lépéssel ételmaradékra, ruhákra, cipőkre vagy kibontatlan pokrócokra taposva, amit már félig beszippantott a sártenger. A sátrak beáztak, minden és mindenki vizes, nyírkos és átfázott. Sokkal több a megfázás, sokkal több a beteg, sokkal mindenki vizes, minden ruha, sátrak át vannak ázva, minden pokróc szerint, amit eddig a szeretett szolgálatok kihoztak, az már használhatatlan, úgyhogy újabbakat kell hozni. De az, hogy meddig ilyen a helyzet, nem az időjárásra gondolok, hanem meddig van ezen a gyűjtőponton ilyen jellegű tevékenység, azt így lehetetlen most előrejelezni. A határtól folyamatosan jönnek az emberek, a síneken sorban állnak az önkéntesek, és teával, banánnal, egy tál meleg étellel kínálják őket. Érkezik egy anyuka a kisfiával, mindkettőjük lábán már szétszakadt a nejlonzacskó. Az önkéntes segítők rögtön elkezdenek cipőket keresni azokban a kupacokban, amiket még nem áztatott el teljesen az eső. Közben 10-15 régi BKV-busz várakozik. A sofőröket reggel 4-kor riasztották Budapestről. Nem tudják, mi lesz majd a végcél. Azt tudják csak, hogy ha intenek a rendőrök, akkor előre kell gurulniuk a busszal. Integetnek, megraknak minket, és megyünk, amerre a rendőrök mondják. Tehát abszolút. Országszerte bárhova. Tehát lehet ez Pécs, Tatabánya. Hova szoktunk járni? Vámosszabadi. Tehát nem tudjuk. Az itteni szóbeszéd szerint a buszokkal regisztrálni viszik a menekülteket, de előtte még, ahogy felszállnak a buszra, készül egyfajta számbavétel. Szíria gyerek, Szíria férfi. Az egyik rendőr megtudakolja, hogy ki milyen állampolgár. Pakisztán, Afganisztán, Afganisztán gyerek. Ránézésre megállapítja, ki milyen nemű és korú, mármint, hogy felnőtt vagy gyerek. Egy gyerek és férfi. Jó. Gyerek. Még egy férfi. Gyerek. Na most ez mi? Ez is férfi. Férfi. A kollégája pedig egy A4-es papírlapon húzza a strigulákat. Afgan, még egy nő, illetve még egy afgan nő. Ide érkeznek majd az ENSZ kamionjai a sátrakkal és a takarókkal. Nem ilyen sátrakat hozunk, most a hátunk mögött látható, nem ilyen kemping sátrakat, vagy sport sátrakat, túra sátrakat, hanem igazi, komoly ENSZ-es sátrakat vastaganyagból, amilyeneket lehet látni egyébként menekült táborokban szerte a világban olyas fajtákat. Nincs ez az egész akció nagyon elkésve? Az, hogy elvenne késő az akció, nyilván arról van szó, hogy mi heteken keresztül egyeztettünk a kormánnyal, mi addig, mint ENSZ, nem tudtunk lépni, míg a hatóságok részéről meg nem jött a fogadókészség arra a segítségre, amit felajánlottunk sokkal korábban. Közben még nagyobb számban jönnek a menekültek, továbbra is feltűnően sok közöttük a nő és a pici gyerek. Ígérgetni természetesen felelőtlenség, hiszen a tegnapi esőzés és az annak nyomán kialakult sártengerre sem számított senki. Ők mégis azt szeretnék elérni, hogy valamilyen megoldással, de ez a sátortábor már álljon itt a hétvégén.